Liam Neeson egyszer alkategóriás színész volt alkategóriás filmekben, aztán szépen lassan leereszkedett a b bugyraiba, és azóta is rendre csinál kasszasikereket a gagyibnál gagyib forgatókönyvekből. Mai filmünk ide haza mozikba került, sok országban Netflixre, de a Youtube-on egy Amazon Prime videó találtam hozzá. Ennyire nem kellett senkinek, vagy ilyen sokan kapkodtak utána. Nézzük, hogy milyen. Mielőtt azonban jégre teszlek titeket, lenne még egy apró kérésem. Amennyiben tetszett a tartalom, kérlek iratkozz fel a csatornámra, és nyomj egy nagy lájkot erre a videó. Óra. A történet szerint egy gyémántbánya berobban, és csak úgy tudják kimenteni a dolgozókat, ha egy nagyon veszélyes jégúton odaszállítják a szükséges fúrófejet. Szerencsére Liam Neeson éppen munkát keres a háborús veterán, fogyatékos tesójával, szóval felkerekednek áprilisban két másik kamionossal, hogy legalább egyikük átjusson. Persze nem lesz egyszerű az útjuk. Az alapsztori hajszálvékony, de egy érdekes dolog köré épül, én ugyanis még sohasem hallottam ezekről a jégutakról, de rohadt ijesztőek. Aztán gyűlik a csapat, oké, okay, jönnek az első megpróbáltatások, ez is rend van, szépen nő a feszültség, az elején még izgulni is tudta. És itt kéne olyan ügyesen csavarni a forgatókönyvet, hogy növeljék a téteket, fokozódjon az izgalom, de helyett a mozi fokozatosan unalomba lefullad. Éted, kamion. A rossz fiún az első pillanatban látszik, hogy ő lesz az, semmi meglepetés, utána pedig az izgalmas, thrillerszerű túlélős akciózás helyett kapunk egy mezei, lóbecsit akciófilmet a leggányabb kivitelezéssel, ami a készítőktől kitelt. Ezáltal pedig az eleinte felfedezhető hangulat is darabokra hullik, szinte paródi a jelleget ölt a mozi, amelyen már semmi és senki nem segíthet. Se zene, se vágás, se rendezés. Minden annyira B. A film ráadásul mocskos hosszú, tel is tele felesleges jelenetekkel, időhúzással. Ha esetleg nem térne negyedszer is vissza a főgonosz, lehet, hogy feszesebb és izgalmasabb marad a film, de persze ez nem így megy. Na meg azok a fáradt tesós jelenetek, mély sóhajok kellettek, hogy túljussak rajta. A cselekmény egy másik szálon is fut. A bányában láthatjuk a túlélőket, sötét titkokra derül fény, szembefordulnak egymással, szóval az összes klisé egy helyen. Képzelhetitek, ez is mennyire enervált. A háttérhatalom és a gonosz cég, amely el akarja tusolni a bűnét, meg már annyira fájdalmas, hogy meg akarok enni egy marékjeget. Még akkor is, ha sárga. Csak ezt a filmet ne kelljen többször látnom. Pláne, hogy a szememre is farkas kaptam, mivel a CGI a 90-es éveket idézi, rettenetes hó és robbanás effektek, elmosódott élek és textúrák, igénytelen férc munka. Ha nem tudnak rekölteni, akkor minek erőltetik? Már meg egyszer. Beszéljünk egy kicsit a színészekről. Liam Neeson, már taglaltam a bevezetőben, de amúgy én mindig szerettem, elhivatottan játszott, félelmetesen. De most elindult a lavina, elindult a lejtőn, itt ugyanis már láthatóan csak a csekkért játszik. Semmi szenvedély, nuku szerethetőség, az egész maximálisan felejthető. Nem mondanám, hogy rossz, csupán nincs benne semmilyen érdemi munka, ez pedig talán még hitványabbá teszi. Lawrence Fishburn még szót érdemel, egy rövidebb szerepet kapott, és már ő sem hengerel, még mindig több élettel alakít. Örültem a feltűnésének, de konkrétan ennyi. Nos, ennyi. A jeges pokol nem árul zsákba macskát a címével, a néző előtt álló megpróbál is árulkodik. A forgatókönyv suta. A hangulat az elején még megvan, de aztán átmennek rajta egy kamionnal, maximálisan kiszámítható, semmit mondó, ötlettelen, és még most lékul is néz ki. Liam Neeson sem tündököl már a régi fényében, így igazán semmi értelme időt, pénzt és energiát pazarolni erre a rakás kutyagumira. Nem lett elég jég. Nem sokára újra tali, addig is mindenkinek jó filmezést, mozizást kívánok. Levi out. Sziasztok!